és is szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor néhány héttel ezelőtt utoljára találkoztunk, akkor azt mondtam el, hogy Európa teljes gőzzel robog a szakadék irányába, és én nem tudom pontosan mikor jön az a pont, ahonnan már nem lehet visszafordítani a folyamatokat, de az biztos, hogy nagyon közel vagyunk hozzá. Azt is mondtam néhány héttel ezelőtt, hogy majd a mostani beszédben, ugye ez a bizonyos State of the Union, nagy politikai program, adóbeszéd, a bizottság elnökének majd ebben kell keresni azokat a jeleket, hogy hajlandóak-e szembenézni az eddigi hibáikkal Brüsszelbe, és esetleg valami helyes vágányra áttérni. Ennek fényében jó, hogy tudunk most beszélgetni, mert az elhangzottak alapján és a cselekvések alapján úgy látom, hogy van jó hír is, és van rossz hír is a mai napra. A jó hír az az, hogy a beszéd az eddigiektől eltérően nem arról szólt, hogy Magyarországon és Lengyelországban milyen problémák vannak a úgynevezett jogállamisággal, illetve a demokráciával. Ki sem ejtette Ursula von der Leyen a két országnak a nevét. A jogállam és a demokrácia Többször elhangzott, de egészen más kontextusban Európán kívülre utalt a bizottság elnöke, majd mindjárt beszélünk erről is. Tehát a jó hír az az, hogy ha a magyar ügyet nézzük, jelesül azt, hogy mi lesz azokkal a pénzekkel, amelyek jogosan járnak Magyarországnak, a magyar embereknek, és amelyeket teljesen jogtalanul tart vissza Brüsszel és amiben tudjuk, hogy közeleg a igazságnapja, jönnek a határidők, és előbb-utóbb válaszolnia kell Brüsszelnek azokra a kompromisszumos, nagyvonalú javaslatokra, amelyeket a magyar kormány tett, hogy szeptember 22-én fog lejárni a vonatkozó határidő. És ennek kapcsán, vagy ezzel összefüggésben azt mondhatjuk, hogy szerintem a beszédből, ami kiolvasható, az bizakodásra ad okot. Jelesül, hogy a bizottság megpróbálja lejjebb tekerni ezt a jogállamiság vitát, ami valójában egy politikai vita, és inkább a külső veszélyekre fókuszálni. És ezért jó, hogy nem Magyarországról és Lengyelországról szólt a mostani vita, de azt azért ne felejtsük el, hogy egyébként az Európai Parlament Masszív balliberális és a nyílt társadalommal maximálisan együttműködő többsége részéről, ideértve a magyar-baloldali európai parlamenti képviselőket is. Nagyon nagy nyomás nehezedik az Európai Bizottságra, hogy ne engedje el ezt a témát. Ugye Guy Verhofstadt ennek a bizonyos balliberális többségnek az egyik prominens alakja, ugye többször Követelte már, hogy Lengyelország és Magyarország se kapjon egy fillért se, addig, amíg ezeket a politikai vitákat nem rendezik el. Tehát mindenben meg nem hátrál a magyar kormány. Ugye az ő szövetségeseik itthon a Momentum elsősorban, de az összes baloldali párt LP képviselői erre a mantrára ültek fel. Ők jelen pillanatban azért dolgoznak, hogy Magyarországra ne érkezhessenek uniós támogatások, és így például olyan fontos kiadásokat, mint a pedagógusoknak a béremelése, ne lehessen finanszírozni. Ez nem meglepő, mert, és itt rátérünk a második témára, és itt a, igazán rossz hírek jönnek szerintem. Nem meglepő, mert jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben van Európa, aminek az első számú oka az a szomszédban dúló háború, illetve az a nagyon téves szankciós politika, amivel Brüsszel kívánta kiv kezelni ezt a kialakult helyzetet, és ebben a baloldali LP képviselők, a magyarországiak is élen jártak, és továbbra is élen jártak, továbbra is támogatják a szankciókat, és továbbra is azt szeretnék, hogy a háború az ne megoldódjon, hanem tovább eszkalálódjon, vagy ha nem is ezt szeretnék, de a politikai cselekvéseikkel ezt segítik elő. És ebből a szempontból nem tudok jó írt mondani a mostani beszédről sem, mert hogy én nem vettem észre olyan jeleket, amelyek arra irányulnának, hogy a bizottság kész változtatni a eddigi elhibázott lépéseken. A Ursula von der Leyen kiállt a szankciók mellett, Próbált mindenfajta adatokat mondani arra, hogy a szankciók azok működnek, és hogy egyébként például az orosz autóipart mennyire érzékenyen érintik a szankciók, és hogy mennyire fájnak Oroszországnak a szankciók is. Ezzel kapcsolatban csak annyit hadd mondjak el, hogy nem lehet azzal vitatkozni, hogy Oroszországnak is fájnak a szankciók. Nem is ez a kérdés, hanem hogy kinek fájnak jobban. És amíg az biztos, hogy Oroszországban lesz fűtés, lesz üzemanyag és lesz élelmiszer. Addig Európára ez egyáltalán nem ilyen bizakodó képet fest. Tehát, hogy lehet, hogy az orosz autóipar válságba kerül, de az is lehet, hogy Európában meg nem fognak tudni fűteni, és az iparnak is le kell állni az orosz energia hiánya miatt. Tehát nem vitakérdés az, hogy jelen pillanatban kinek fájnak jobban a szankciók. Ennek ellenére a bizottság elnöke maximálisan hitet tett a szankciók mellett, és nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mint amikor már itt mi Magyarországon és Európában a józanabb gondolkodók régen látták, hogy a migrációs krízis az katasztrófához vezethet, és Angela Merkel még mindig kiállt és mantrázta, hogy wir schaffen das, mi ezt megoldjuk, meg tudjuk oldani, minden rendben lesz, és nagyjából most is így beszélt az Európai Bizottság elnöke, mint hogyha magának is mantrázta volna, és győzködte volna az Európai Parlamentet, ahol egyébként nem kell meggyőzni a képviselőket, hiszen a többség az még fokozni szeretné a szankciókat, de mint hogyha azt súlykolta volna nekik is, hogy ezen az úton megyünk tovább, és ez majd győzelemre vezet minket. Sajnos én egyáltalán nem vagyok ilyen pozitív, szerintem tragédiához vezet ennek a politikának a folytatása. És említettem, hogy a beszédben többször volt szó a jogállamiságról, meg a demokráciáról, nem Magyarország és Lengyelország kapcsán, nem az Unión belüli kérdések kapcsán, hanem az unión kívüli partnerek kapcsán. Kína is célkeresbe került, és azt mondta a bizottság elnöke, hogy enyhíteni kell a kínai függését az európai gazdaságnak. Tehát. Azon túl, hogy Oroszországgal vívunk éppen egy gazdasági háborút, amiben nem állunk túl jól, azon túl most éppen Kínával is felsejlik a láthatáron egy gazdasági konfliktusnak a nagyon is rémisztő képe. Ez szerintem olyan irányba vinné el a dolgokat, ami nem vezethet máshoz, csak tragédiához Európa országai számára. És mindezt azért, mert a bizottság elnöke azt mondja, hogy a jogállamiságot és a demokráciát kell előtérbe helyezni, tehát vannak demokratikus államok itt Európában, elsősorban, és vannak velük szemben ugye a nem demokratikus államok, és hogy egy éles fa húzódik közöttük. Ezzel az a baj, hogy amíg a bizottság elnöke mondjuk Oroszországot, antidemokratikusnak, és háborús agresszornak bélyegzés, ezért a gazdasági háborút folytat vele. Ami az, hogy a gazdasági háború rossz, azzal szerintem lehetetlen vitatkozni. Azzal, hogy persze mennyire autoriter az orosz rezsim, az ízlés kérdése, nyilvánvalóan európai sztenderdekkel mérve nem olyan fajta jogállam és demokrácia, mint itt az Európai Unióban megszokhattuk. De kérdés az, hogy mindenkinek így kell-e működni. Vagy hogyha Oroszországgal a európai jogállami sztenderdek hiánya miatt, illetve a háborús agresszió miatt gazdasági háborút kezd az Európai Bizottság elnöke, akkor miért megy gázért könyörögni Azerbajdzsánba, ahol hát a jogállami sztenderdek ugyanúgy nem érvényesülnek, az európai jogállami sztenderdek ugyanúgy nem érvényesülnek, mint Oroszországban, és ráadásul Hát ugye tegnapi nap újra kiújultak a ö, fegyveres ö, konfliktusok, az Erbajzsán ismét megtámadta szomszédját, e, és hát nem tudok elmenni amellett, hogy hányszor végighallgattuk azt európai politikusoktól, baloldali újságíróktól, a magyarországi baloldali LP képviselőktől, hogy hát Putyinhoz a háború kitörése előtt kiment látogatóba a magyar miniszterelnök, vajon miről egyeztettek, hát ezen a logikán nyugodtan feltetnénk a kérdést némi rossz májusága, hogy vajon úszol a Fonda elején, amikor néhány hete Azerbajdzsánba látogatott, akkor miről egyeztetett, csak nem a háború kitöréséről. Nyilvánvalóan nem, csak arra próbálok rávilágítani, hogy mennyire fals az a logika, amelyikben egyes országokat antidemokratikusnak bélyegez Brüsszel, és ezért gazdasági konfliktusba keveredik velük, másokkal meg, ahol ugyanolyan a berendezkedés, sőt bizonyos tekintetben rosszabb, és ugyanúgy háborús agresszorok, velükkel, velük meg töretlenül partnerségben áll, és sőt elmegy könyörögni gázért. Kicsit olyan a helyzet, mint az Egyesült Államok és Szaudrábia viszonya. Az Egyesült Államok is kiválogatja azokat a azokat az országokat, amelyeket demokratikusnak bélyegez, illetve azokat, akiket antidemokratikusnak, aztán így jönnek ugye olyan pillanatok, olyan kínos pillanatok, amikor Joe Biden, aki a kampányban hitettett amellett, hogy a szaudi korona herceget teszi, mert ez egy alávaló gyilkos, majd ugye nemrégiben kényszerült kiutazni hozzá, és hát kérlelni, hogy növelje a olajkitermelését az az ország, amelyet korábban ugye antidemokratikusnak a vezetőjét pedig gyilkosnak bélyegezte. Mindent összevetve nem pozitív az a kép, amelyet a háború tekintetében kínál ez a beszéd, és a jövőre a háborúan túlmutatóan sem pozitív az, hogy Európa elzárkózik és megpróbál újra egyfajta falat emelni Kelet és a nyugat közé a keleti államokat antidemokratikusnak és a jogállami, jogállami szenderdeknek nem megfelelőnek bélyegzi, persze csak a nagyokat, akik ténylegesen ártani tudnak Európának, miközben azt mondja, hogy itt nekünk mi valami demokrácia erőd vagyunk itt Európa közepén, és mi visszük tovább a lángot, miközben egyébként megfagynak az európai állampolgárok. És hogy mennyire tisztában van a problémával, ő is beszélt arról, hogy az energiárak mennyire elszálltak, de ő azt mondta, hogy tízszeresére emelkedtek több tekintetben, és hogy ez problémát jelent az embereknek, illetve a kkv is. A baj az az, hogy megoldást nem igazán kínált rá. Sőt, én azt mondom, hogy a nagyon sokszor hangozhatott szolidaritás az most már sokkal jobban kiterjed Ukrajnára a brüsszeli vezetők szempontjából, mint egyébként a saját tagállamaik állampolgáraira. Mert hogy mi a Európai Uniós megoldás, ami mellett most is hitettett Ursula von der Leyen, az, hogy hát adóztassák meg a tagállamok azokat a cégeket, amelyek extra profitot realizálnak, és ebből segítsék meg a saját állampolgáraikat és cégeiket, Ismerősen csenket ez a modell, hiszen Magyarországon ez történik, ezért kárhoztatták eddig Magyarországot. Most úgy néz ki, hogy Ursula von der Leyen ezt tanácsolja minden tagállamnak. Ezzel egyetlen egy probléma van, az, hogy ehhez nem kell az Európai Unió, ez nem egy európai szintű megoldás, és egyáltalán nem szolidáris, hiszen beláthatjuk azt, hogy az energia ára az nagyjából, persze vannak különbségek, de nagyjából ugyanaz minden tagállamban, hiszen ugye világpiac van, és mindenki ugyanoly, ugyanazokból a forrásokból tud beszerezni az államhatárain kívül energiát. Tehát, hogy a költségek azok nagyjából közelítenek egymáshoz, hogyha nem is pontosan ugyanazok, viszont a lehetőségek azok értelmeszerűen az államok gazdasági fejlettségétől, gazdaságának a teljesítőképességétől függenek. Jelesül, a gazdag államok sokkal több adót tudnak beszedni, és sokkal többet fognak tudni adni a saját cégeiknek. Tehát Európa egyáltalán nem szolidáris, amikor arról van szó, hogy meg kell segíteni az állampolgárait. Amikor Ukrajnát kell megsegíteni, akkor persze rendkívül szolidáris. Most már nem csak azzal büszkélkedett az Európai Bizottság elnöke, hogy 19 milliárd eurót adtak eddig Ukrajnának, hanem azt lengette be tulajdonképpen, hogy Ukrajnát a közös piac részévé kívánják tenni nagyon záros határidőn belül. Ez szerintem beláthatatlan következményekkel járna. Most ebbe szétfeszíteni a jelenlegi beszélgetésünknek a kereteit, hogyha belemennénk, hogyha van vonatkozó kérdés, akkor nagyon szívesen. Azért azt egy szempontot engedjék meg, hogy felvessem, hogy milyen üzenet ez mondjuk Szerbia számára, aki évtizedek óta ott topog az Európai Unió határán, rengeteg erőfeszítést tett azért, hogy közeledni tudjon Európához. És itt van Ukrajna, ahol hát ugyanez nem mondható el, de már egyből a közös piac részévé kívánjuk tenni. Tehát összességében a, a fő Üzenete a beszédnek, hogy magyar szempontból akár örülhetnénk is, hiszen pozitívak az előjelek, és úgy néz ki, hogy a bizottság részéről megvan a hajlandóság egy kompromisszumra a Magyarországgal folytatott politikai vitában, és így van rá esély, hogy megnyílnak hamarosan azok az uniós források, amelyek, amelyek járnak Magyarországnak és a magyar embereknek. Ugyanakkor a nagy kép szempontjából milyen tél vár ránk, és majd a tél után mi vár ránk, itt csak negatívumokat tudok említeni, és egy olyan világkép sejlik fel, amiben újra valami fajta hidegháború alakul ki a nyugat és a kelet között, úgy, hogy a nyugat az, a, az Európát jelenti, hiszen a költségeket az európai állampolgárok fizetik meg és sokkal jobban fáj nekik, mint, a, mint, azoknak, akikre kivetik ezeket a bizonyos szankciókat. És ha már a helyreállítási pénzekről beszélünk, meg az uniós forrásokról, nem tudok elmenni amellett, hogy a bizottság elnöke azzal dicsekedett, hogy ebből a bizonyos helyreállítási alapból már 100 milliárd eurót ki fizettek a tagállamok számára. Ő maga mondta el viszont, hogy még 700 millió ott van. 700 milliárd 700 milliárd még ott van, tehát a túlnyomó része az még nem került kifizetésre úgy, hogy egyébként ez az egész alap, ez azt szolgálta volna eredetileg, hogy a világjárvány miatti gazdasági nehézségekből ki tudjanak lábalni a tagállamok. Most meg már szügyig gázolunk az újabb válságba, úgyhogy még az előzőt se sikerült megoldani. Ehhez képest a bizottság elnöke azzal dicsekedett, hogy a COVID-válság idején néhány hétre volt szükség ahhoz, hogy megoldást találjanak a problémákra, még a mostani válságban, tehát a orosz-ukrán háború idején néhány nap alatt már meg is születtek a szankciók. Hát erre lehet azt mondani, hogy után jobban jártunk volna, hogyha, hogyha semmit nem csinálnak, mert még az is jobb lett volna. Én első körben ennyit szerettem volna elmondani, most Latilla oszt meg még újabb érdekes információkat részletekbe menően, és akkor utána, hogyha vannak kérdések, akkor természetesen állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen! Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot az elhangzott beszéd, az Ursula von der Leyen beszéd politikai vonatkozásai kapcsán is megosztak Önökkel, és aztán egy-két szakpolitikai területen pedig a bizottság elnök a konkrét javaslatait ismertessem. Az első gondolat, ami támadt bennem a beszéd elhangzását követően, hogy Fonder az európai realitásoktól teljesen el van rugaszkodva, és valóban említett kis- és középvállalkozásokat, említette az energiáraknak az emelkedését, de gyakorlatilag az a kép, amit a hallgatóság elé tárt, az, az európai realitásokkal nincsen köszönő viszonyban. Fonder nem tud leszállni arról a bizonyos lóról, ami ugye a magyar közbeszédben már be vagy részét képezi, és látszik, hogy megadta magát gyakorlatilag a szankciópárti európai baloldalnak, amely ugye az európai parlament többségét is testesíti, vagy kiteszi, akkor, amikor leghatározottabban állást foglalt a szankciós politika, és az energetikára, az energiahordozókra is kiterjedő szankciós politikának a folytatása mellett. Tehát látszik azt, hogy a bizottság ebből nem fog engedni, és én picit tartok attól, hogy amikor majd néhány hónap múlva beszélgetünk egymással, akkor a szankciós politikára is úgy tekintünk majd, mint a már elhangzott migrációs politikára, amit egy félig vicces, de amúgy véresen komoly mondattal úgy tudnánk összefoglalni, hogy a műtét sikerült, a beteg meghalt. A reméljük erre nem kerül sor, és reméljük, hogy a bizottság az utolsó utáni pillanatban jobb belátásra bír, de a mai beszéd alapján erre nagyon-nagyon kevés esélyt látok. A másik fontos momentuma, illetve motivuma ennek a beszédnek az Ukrajna volt. Ez a beszéd Ukrajnáról szólt, ez a beszéd az európai szolidaritásról, az európai egység megteremtéséről szólt bizonyos értelemben, ezt az egységet akár pozitívumként is értelmezhetem természetesen. És nem csak azt lengette be von der Leyen, vagy azt mondta, hogy 19 milliárdot fizetni kell az európai adófizetőknek Ukrajna megmentésért, hogy így fogalmazzak, de Ukrajna újjáépítéséről is beszélt. Számokat valószínűleg nem mert, mondani, mert Ukrajna, nem mert mondani, mert Ukrajna újjáépítése a mostani helyzetben ennek a 19 milliárd eurónak a sokszorosát tenné ki, de gyakorlatilag Fond bejelentkezett, hogy Európa, az Európai Unió, az Európai Adófizető Polgárok ennek a terhét is hajlandóak magukra vonni. Jól jellemzi amúgy a beszéd hangulatát, környezetét, hogy Zelenszky elnök felesége, élőben Strasbourgban és nagy taps kíséretében természetesen követte figyelemmel ennek a beszédnek a, a folytatását. A második gondolatom az az önfényezés. A bizottság elnök elmondta, hogy ők mennyire jól kezelték a koronavírus válságot, mennyire jól kezelik most a szankciós, az orosz-ukrán helyzetet, mennyire jól tárgyalnak harmadik országokkal azért, hogy a függőséget akár Oroszországtól, akár Kínától enyhítsék. Tehát volt benne egyfajta önigazolás, önfényezés is, ami szerintem már Ursula von der Leyennek azon személyes politikai ambíciójával is összefügg, hogy ő újrázni szeretne az Európai Bizottság elnöki posztján. És most azért 22 őszét írunk, 23-ban ez a kérdés még markánsabban, tehát az utódlás kérdése napirendre fog kerülni. 2024-ben ugyanis nem csak európai parlamenti képviselőket választunk, hanem új bizottság is kezdi majd meg a, a munkáját. És ebben fonderley leyen azt gondolom, hogy továbbra is vezető szerepet játszik majd. Hadd soroljak pozitívumokat a beszédnél, és hát jól mutatja ennek a beszédnek a tartalmát, az, hogy olyan pozitívumokat tudok sorolni, amelyek nem hangzottak el. Például nem beszélt Ursula von der Leyen a megelőző két évben egyik központi témájáról az LMBTQ, kérdésekről és a gender propagandától, tehát ezt pozitív vumként apostrofálom a tekintetben, hogy valamelyest azért mégiscsak az európai realitásokhoz közelebbi ez a beszéd. Az elmúlt két év markánsan ideológiai beszédét, amely tényleg a gender kérdésekről, LMBTQ kérdésektől volt hangos, azt most félretette von der Leyen, és egy picit próbált valami fajta képen a, a földön járni. Energetika területén ő maga ismerte be, hogy az eddigi törekvések nem elegendőek ahhoz, hogy Európa túlélje gyakorlatilag az előttünk álló időszakot. A tározók feltöltöttsége ugyan biztatóan halad, de mondta, hogy ez nem elég, és arra kérte az európai polgárokat, hogy fogják vissza a fogyasztásukat. Tehát a tagállami fogyasztás visszafogására, visszaszorítására szólított fel. Azt már elfejtette hozzátenni, hogy ez fájni fog az európai polgároknak, az európai kis- és középvállalkozóknak ha már kis- és középvállalkozók, akkor egy olyan jogszabályi csomagra tett javaslatot, amely a kis- és középvállalkozók nehéz helyzetét hivatott enyhíteni. Itt különösen nem szeretnék technikai részletekbe belemenni a ki nem fizetett számlák, tehát az miatti nehéz helyzetbe került családi kkv a megventésére tett ígéretet. Beszélt a gazdasági kormányzásról. Idén, októberben a gazdasági kormányzás vonatkozásában egy javaslattal fog élni a bizottság, aminek a lényeg az, hogy nagyobb mozgásteret biztosítana a tagállamoknak a bizottság abban, hogy az eladósodottsági pályájukat, az adósság pályájuknak a csökkentését, az államadóság csökkentését hogyan valósítja meg egy-egy tagállam, viszont ezt minden sokkal szorosabb bizottsági brüsszeli felügyelet mentén tudná megtenni. Szótehetett a Balkánról. Az európai család részének az Európai Unió jövőjének titulálta a balkán országokat, és persze természetesen Ukrajnát is. Ez azért pozitív üzenet a nyugat-balkáni tagállamok számára. Konkrétumot sajnos nem mondott, mondjuk egy várható uniós csatlakozás vagy uniós bővítés időpontjára vonatkozóan. De az, hogy a balkán országokkal foglalkozott ezt, azt gondolom, hogy pozitív. A legnagyobb negatívuma szerintem ennek a beszédnek az, hogy az a szó, hogy béke, azt talán egyetlen egyszer sem hangzott el. Tehát az Európai Bizottság elnöke magasztosan beszél Ukrajnáról, minden értelemben negatívan beszél Oroszországról és Vagyimir Putyinról, aki alakult konfliktus kapcsán ez bizonyos értelemben érthető, de ő, aki geopolitikai bizottságként harangozta be 2019. decemberében a bizottság megalakulását, egy olyan bizottságként, amely a világpolitika színpadán erős és aktív szerepet vállal, hogy pont ennek a konfliktusnak a rendezésében nem kíván erős, határozott, aktív közvetítő szerepet betölteni. Hogy semmit nem kíván a békért, a fegyvernyugvásért tenni az Európai Unió, az Európai Bizottság ez számomra ennek a beszédnek a, hát talán az egyik legszomorúbb pontja. Kicsit burkoltan, de szó esett azért migrációról is, nincsen a kérdés elfelejtve, mégpedig az európai munkaerőpiaci helyzet kontextusában ejtett szót erről Ursula von der Leyen. Azt mondta, hogy 6%-kal nagyon alacsony a munkanélküliség Európában, hát én azt kívánom, hogy maradjon is így az előttünk álló gazdasági nehézségeket követően, Sőt, ugye a koronavírus járvány után számos ágazatban munkaerő hiány van. Mondanom sem kell, hogy ezt a munkaerő hiányt migránsokkal szeretné pótolni az Európai Unió elnök, és olyan eljárásokat szorgalmazott, amelyek felgyorsítják a migránsok érkezését, társadalmi integrációját, a jelentkezésüknek, vagy az Európai Unióba való belépésüknek a, a, folyamatát szeretné felgyorsítani az elnök asszony. Záró gondolatként a nagy szembenállás, amelyet felvázolt Ursula von der Leyen, az az ő általa értelmezett demokrácia és az autokrácia között húzódik. Mindenkit autoriter vezetőnek, minden országot autokráciának írt le, amely nem abban a típusú demokráciában gondolkozik, amely a brüsszeli elit gondolataiban fejében létezik. Az autokrácia és a demokrácia Versenyének, szembenállásának, konfliktusának a beszéde is volt ez. Valóban viszont a kettős mérce kilóg ebben a tekintetben, amikor Európai Uniós vezetők Katarba, Azerbajdzsánba, Egyiptomba, Algériába mennek koldulni, hadd nevezzem nevén a, a dolgokat, akkor nagyon visszás gyakorlatilag a demokrácia és az autokrácia a jó és rossz versenyeként leírni a nemzetközi kapcsolatokat. Ezzel csak azt írja el az Európai Unió, hogy a külpolitikában elzárja magától olyan országokat, amelyekre sokkal inkább szövetségesként és nem ellenségként kellene tekinteni. A záró gondolatom pedig az, hogy ugyan ma most Ursula von der Leyen beszédéről tájékoztatjuk Önöket és cserélünk eszmét, de néhány óra múlva még egy fontos esemény zajlik majd Strasbourgban, pedig az Európai Parlament jogállamisági jelentése, a Libe Bizottság júliusban elfogadott jelentését ma megvitatják, és hát ne legyenek illúzióink, nagy valószínűséggel holnap elfogadják az európai parlamenti képviselők, szankciópárti hazai baloldali uh, EP képviselők támogatásával. Őszintén remélem, hogy annak a zsarolásnak, amit ez az Európai Parlament részéről jelent, ellen fog tudni állni az Európai Bizottság, és jövő héten egy józan javaslatot tesz az asztalra a jogállamisági kérdés, illetve az ezzel kapcsolatos uniós források vonatkozásában, és hát Magyarország vonatkozásában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bármilyen kérdésük van, azoknak állunk elébe. Köszönöm. 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 A beszéd magyarul magyar a beszéd számíthatunk arra, hogy ennyi megint van a kapcsolatos konfliktusok, vagy inkább csak mondjuk ezek a hogy lehet Én azt mondom, hogy a jóslás az nagyon bizonytalan dolog e tekintetben. Vannak pozitív jelek. Akár az, hogy most nem ezek a bizonyos ideológiai kérdések, és nem Magyarország és nem Lengyelország állt a beszédnek a tükrébe, akár az, hogy például a bizottsági szinten, tehát az Európai Parlamentnek a vonatkozó, bizottság A Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésére meghívták Johannes Hunt, ugye, aki a regionális fejlesztésért felelős biztos, egy ilyen Magyarországgal kapcsolatos vitára, ami nyilvánvalóan arról szólt volna, hogy hogyan kell elvenni, megbüntetni Magyarországtól, tehát hogyan kell Magyarországot megbüntetni azzal, hogy megvonják az uniós pénzeket, és ide nem ment el az osztrák biztos. Tehát azt mondom, hogy jelek, pozitív jelek azok vannak. És ebbe bele kell kapaszkodnunk, természetesen. Én azt mondom, hogy a magyar kormány, annak ellenére is, hogy nem, lát, nem láttuk mi azt a levelet, illetve azokat a leveleket, amiket küldött, de a kommunikációból és a hírekből az olvasható ki, hogy kompromisszumkész és nagyvonalú javaslatot tett az Európai Bizottság számára, csak bízni tudunk benne. De most már legalább vannak jelek, amik arra adnak okot, hogy bizakodhassunk, hogy felismeri azt Európa, hogy egy ilyen gazdasági és globális helyzetben egyáltalán nem lehet megosztani a tagállamokat azzal, hogy belső politikai vitákat folytatnak egymással, illetve hogy a bizottság még csak ösztökéli ezeket a vitákat és szítja ezeket a vitákat. Az, hogy az Európai Parlament nem látja ezt be, az viszont borítékolható, ahogy Attila mondta, holnapi nap el fogják fogadni az újabb jogállamisági jelentést, és az Európai Parlament karöltve a nyílt társadalom hálózatával megpróbál nyomást helyezni a bizottságra, hogy ne engedje el a magyar ügyet, meg zárójában mondom, hogy meg a lengyel ügyet sem. Tehát csak bízni tudunk benne, hogy a bizottság ellen tud állni ennek a politikai nyomásnak. Én erre vonatkozóan most pozitív jeleket olvastam ki a beszédből. Köszönjük szépen.